DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Az Aluminium DVTK már tovább jutott a női kosárlabda Európa Kupa egyenes kieséses szakaszába, azonban a szerdán 18 órakor kezdődő Dike Napoli elleni mérkőzés nem csak a csoport elsőségről dönt, hanem befolyásolja a következő ellenfél kilétét is. A találkozó előtt Michael López vezetőedző, valamint Horváth Bernadett és Alicia Brewer osztotta meg gondolatait. Tisztában vagyunk vele, hogy roppant kemény mérkőzés vár ránk az Európa Kupa egyik legerősebb keretével érkező csapat ellen. Három női NBA-s rutinnal rendelkező játékosuk mellett egy horvát, egy litván, valamint két olasz válogatott alkotja a csapat gerincét, de Olaszországban belekóstoltunk a győzelem ízébe, és azért dolgozunk, hogy hazai pályán is megismételjük a sikert. Szeretnénk megörvendeztetni a hatodik játékosunkat, a közönséget, akik sokat segítettek az eddigiekben. Ilyen atmoszféra mindig a hazai csapat esélyeit növeli. Úgy gondolom, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz, mert ahogy Michael is elmondta, elég jó játékosokból áll a nápolyi csapat. Nyilván mi sem vagyunk rossz csapat, de úgy érzem, hogy azért kicsit már fáradtak vagyunk, de ezt el tudjuk felejteni azon a napon is, persze a meccs pillanatában, de úgy gondolom, hogy nyerhető ez a meccs, és meg tudjuk csinálni a fáradtság ellenére is azt, hogy jól védekezünk, megállítjuk a gyors indításaikat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy elég nyerhető mérkőzés lesz. Valóban fáradtak vagyunk, hiszen vasárnap reggel 7:30-kor ültünk buszra, azaz sokáig nem lehetett ágyban maradni a Pécs elleni mérkőzés előtt, majd hétfő hajnalban értünk haza Miskolcra. Ezért hétfő pihenőnap volt, csak néhányan dolgoztak a fizioterapeutánkkal. Kedden reggel úgynevezett statisztikai dobás szerepelt a programban, ezúttal nem a magas tempóra, hanem a rengeteg ismétlésre került a hangsúly. Délután viszont már egy szokásos edzés követ, ahol a taktika is terítékre kerül. A felkészülés szerda délelőtt dobóedzéssel zárul, délután 6 órától pedig jöhet a mérkőzés. A szerdai mérkőzés nem csak a veretlenség megőrzése szempontjából fontos, hanem szeretnénk minél jobb győzelmi mutatóval tovább jutni, hiszen ez alapján párosítják az ellenfeleket az egyenes kieséses szakaszban. Fontos, hogy meglegyen a kellő összjáték a pályán, és visszajöjjünk a vasárnapi vereséget követően. Felkészültünk, mindannyian izgatottan várjuk a találkozót. Minden mérkőzés más és más, én szeretek egy héten többször is pályára lépni, és az Európa Kupa izgalmas, érdekes más országokba utazni és újabb csapatokkal találkozni. Or the teams that are in the country, but being able to travel and play in other teams as well. How much successful an extra force we did in Italy? Szerdán mindenki látni fogja, mekkora nagy sikernek számít a legnagyobb riválisunk otthonában aratott győzelmünk. Szeretnénk most is győzni az olasz csapat ellen, hogy tovább nyújtsuk a Diósgyőr történetének legjobb Európa-kupás rajtját jelentő sorozatot.